szerinted ebből valaha lesz drón? Ebből? Persze. Hát azért tanulom egy ideje. De jó fej vagy, köszi. Én örülök neki, hogy találtam végre egy férfias hobbit a kézilabdán kívül, de... Na hát igen, mert hogy egyébként most... Sose késő elkezdeni, Bence. Ez így van. Valamit ismerek, valami nem érdekel, hogy mi az, megmondom őszintén, de azért örülök, hogy tanulgatsz már forrasztani, meg hogy van ilyen helping hand-et, hát nekünk ilyen nem volt annak idején, mikor gyerekként próbálgattuk, de mindenképpen okos dolognak tartom. Ez nekem nagyon hasznos lesz, mert nem látok jól. Egy nagyon jó pálkára van szükséged. Nem azt mindjárt meg is mutatom majd, na, hogy milyen. Mutasd meg. Na, tehát hogy ott tartunk, csak hogy a nézőket képbe helyezzük, ugye, hogy arról már volt egy videó, hogy elkezdtem megtanulni FPV drónozni. Most, hogy meghozzák az új törvényi szabályozást. Igen, akkor még erről nem tudtam, de mindegy, azt majd valahogy megpróbáljuk kimozogni, hogy jó legyen. Fogjuk. Nem drónt építünk, hanem vakondot. Ennyi, ez a föld alatt megy. Na és hát ott tartunk, ugye, hogy mondtam, hogy elkezdtem beletanulni ebbe az egészbe, és mellette most, mint látjátok itt az asztalon, az alkatrészeknek a döntő többsége megérkezett már, még mindig várunk egy pár káberre, meg egy-két alkatrésze még, ami miatt a drónkészi összerakását nem lehet elkezdeni, de mellette... Hol a váz? Mihez erősített hozzá? Hol a kerete? Tessék. A dolognak. Meg, kicsit. Ja, hogy most legyek én az, aki... Hát picit. Itt. Ez a váz. Amit innen is köszönünk az FPV résztornak, akik küldték. Ezt képzeld el, az a neve ennek, hogy Barbie. És ezt magyarok... Illik hozzá. Mert ez egy magyar fejlesztés. Nem mondod, ez fogja már meg, hagyj sem ki én. Full carbon. De nem nyithatom ki, jó, nem fogom hát kinyitni. De full carbon az egész, magyarok, magyar srácok csinálják. Szénszálas kompozit. Így. Mert a carbont mondunk, az azt jelenti, hogy szénből van, de ilyen nincsen, ezt csak mondom. Jó. De azért, hogy ne támadjanak be. Nincs olyan, hogy valami carbon. Carbon az azt jelenti, hogy szén. Van a carbon kompozit. Önmagában szénből, tudod? Igen. Na, de nagyon szénszálas műanyag. És ez lesz a keret? Ez a teljes keret. Az így már kezdem vágni. És ekkora lesz? Nem, annál nagyobb. Majdnem kétszer olyan. Hol a kamera? A kamera az elméletileg... Foxy! Ez a kamera? Igen. Mekkora felbontást tud? Nem túl nagyot. Resolution and sensor. Ez ugye az a kamera, ami csak... Neked a szemüvegbe továbbítja a jelet, tehát ennek nem kell HD felbontásnak lennie. PAL NTSC switchable 16.9, ennyit tud. Igen. 1200 TVNC-je most. Ez csak amit a szemüvegbe küld. A látó. A látó, igen. Wow. Nem túl nagy. És ez jó képfrissítése van neki, hogy ezzel fogsz tudni? Úristen, igen. Mennyire festékes meg a kezem a hétvége után. És az a másik, az Lollipop antenna. Az antenna, ez az antenna, ami majd továbbítja ennek a kamerának a jelét a szemüvegbe. Ah, értem. És akkor ezek például... És ez? Ez egy kamera mount. Aha. Mert ugye a frame-be, tehát a vázba, egyen nagyobb kamerát lehet alapból berakni, de ezzel az átalakítóval a kicsiből nagyobb foglalatot csinál. Ez itt egy alaplap? Egy gyakorló. Ezt rendeltem, ugye majd a videó későbbi részében láthatjátok, hogy elkezdtem megtanulni forrasztani, és ezt meg rendeltem hozzá, hogy ugye kb. Ekkora az alaplap, és akkor ezzel lehet tanulgatni forrasztani. Az ugyanaz. Kettőt rendeltem belőle, mert Bence okos, 1800 forint volt másrésztről, de... Na, akkor az egy, ez elvileg a... Ez már maga. Nem, ez a rádiójel továbbító, tehát a kontrollerednek a jelét, az viszi tovább. Egy Ratchet feliratot olvasok, ez Így. Na, ez az alaplap, vagy hát ez az, ami ugye a power, tehát az áramellátásért fel a drónba. Itt nem kéne megnyomnod a pálkát, ezen mi? Igen. Ebbe dugod bele az aksit, ez továbbítja az energiát a négy motornak, amik meg itt vannak, négy motor. Ezek a motorok? Igen. Propellerekből azért rendeltél többet? Jön már a következő kontingent, mikor adag. Igen, úgyhogy... Négy rotoros? Igen, az. Akkor vannak különböző... Kipróbálok egy ilyet, mert hogy ez is olyan kábel, amiben a aksit dugod majd bele, de egy kapacitátor hozzá van forrasztva azért,
hogy... Kapacitor. Kapacitor, bocsánat, igen, ne haragudj. Hogy ugye csökkenti a zajt a szemüvegedbe. Na, hogy nem zsizseg annyira? Igen, igen, igen. És akkor rendeltem egy ilyet, ezt próbából, mert egyébként ezt a kapacitort külön is hozzá lehet bárhova... Hát ez így helyben van, ez itt. ...forasztani, és akkor ezek még ugye ott. Ez meg már a kéznek egy kis táska? Nem, 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 ez, egy, ez az aksiknak egy ilyen nem gyúlékony, vagy szóval, hogy nem éghető. Mert hogy lipóval dolgozunk. Mert hogy lipóval dolgozunk, és azt gondoltam, hogyha majd fel lesznek töltve az aksik, akkor legyen egy olyan táskába, amiben, hogyha még véletlenül is no, látom, hogy vízhatlan. Akkor ne legyen gond. Gomírozott. Bence, akarom tudni, hogy eddig, vagy nem, 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 nem mondjuk el, mert Polly is nézi. Mennyi volt ez eddig? Hát, mutatom az arcát. Ha 60-80 körül járunk. Amiben nincsen benne a kontroller, meg nincsen benne még a szemüveg. A charging adaptor. A charging adaptor. Azt hát egy, az egy kedves nézőnktől kaptam ajándékba, képzeld el, az egy ilyen paralel töltéshez való board, de ott van két aksi töltő, na az azért van kettő belőle, mert megrendeltem először ezt a kicsit, aztán mondták, hogy azt nem tudják küldeni, mert nincs raktáron, és akkor mondtam nekik, hogy jó, akkor küldjenek egy nagyobbat. És közben lett kicsi is. És lett kicsi is a raktáron, és azt meg ingyen hozzácsapták, gondolom véletlenül. Ezért szeretjük az AliExpress-t. Igen, ez a Banggood volt Banggood egyébként. Volt? Ez Banggood volt, igen. Nem Banggoodról is. És ez már olyan töltő, hogy ez farból, tehát hogy 220-szal is tud tölteni. Uh-huh. És hát nyilván ennek okos töltőnek, ez Smart igen, Charger. Igen, Smart Charger, persze, ez ugye ez megmondja. Ugye az aksik is olyanok, hogy van egy a főcsatlakozó, amin keresztül az áramot adja, meg van egy ilyen smart konnektorja. Az új szagot. És a smart konnektoron keresztül meg tudja, hogy... Minek ennyi tép? Például ezzel lehet majd leragasztani az RX-et, tehát hogy a rádióba a küldőjelet, mert ez csak egy ilyen kicsi, annak nincsen külön hely a frémen. Ezek ilyen pótcsavarok, hogyha esetleg törne, már pedig törni fog. Ez olyan cucc, amilyen csúszásgátló, amit aláragasztasz az aksinak, hogyha lezuhansz, akkor ne csúszson el. Fú, Bence, te ebbe beleástad magad. És ez mi? Azt kérlek szépen, az nem, az a flight controllerem. Ennyi? Igen. Ez a... Nem, nem, alatta. Tudom, hogy alatta van az okosság. Ennyi? Aha. Ebből fogsz építeni magadnak egy távirányítót? Nem, ez az eszköz, ami megmondja a négy motornak, hogy, ja, igen. Hogy pörögjön, merre pörögjön. De akkor ez a drónom van. Ez a drónom van. És hol van a táv? A távod otthon? A táv az otthon van, azt már ugye az előző videóban láthatták a nézők. Mert gondoltam, hogy fölöslegesen. Persze a szimulátorral gyakorlok, és ha már itt tartunk, akkor most ide be is vágom, hogy egyébként hol tartok már a szimulátorozásban. Nem mondanám, tehát hogy egyébként a profikat nézve nevetséges, amit én csinálok, viszont ahhoz képest, ahonnan indultam, azt gondolom, hogy ez már egész jó. Megmutatom nektek, én örülök, amikor a Bence örül, mert végre van, amit csinál. Iszonyatosan élvezem. Tehát, hogy maga összeszedni az alkatrészeket, az építés, találni, hogy mi hogy legyen, meg a szimulátorozás, hogy akkor ezek mind
örök gyerekek vagyunk, azt hiszem ez rád is igaz. Á, nem, a múltkori legós kinőttem, kinőttem ebből, nem csinálunk ilyeneket a Lacival. Nem szoktunk ilyet. Forrasztás, ezek ilyen gyerekes baromságok. Igen, örülünk egy hűtőszekrénynek meg. Rendeltem, ugye. Forrasztón. Na, úgy az a jó ebbe, és most félre ne esetek, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz még itt, meg hogy lesz, hogyha beüt a gebasz, de azért ez pont az a dolog, amit bezárva otthon is vígan tudsz bingizgetni, meg csinálgatni magadnak, meg minden, szóval nem baj az, hogyha az ember le tudja magát kötni valamivel azon kívül, hogy házen vagy ott barnatába iszik. Igen. Mert most azért egyre többen fordulunk így be. Igen, vagy nem. Fordulnak, hát én nem, de... Mi jól el vagyunk. Le tudjuk kötni magunkat. Ja, és akkor van még egy, ez például egy... Na ez érdekes. Nem is nehéz? Ez egy, képzeld el, ami rá van írva, ez Mázzá. A márka, New Bee Drone. Ők egy kifejezetten drónépítéssel foglalkozó cég, akik kiadtak egy teljes szettet. Ők azt mondják, hogy ez a kis táska kell neked ahhoz, hogy meg tudj csinálni egy drónt. Tehát ebben van egy páka. És abban van egy forrasztó páka, bizony. Ami, mint látod, ez nem falból üzemel, hanem négy cellás aksiról üzemeltethető már. Tud el rosszul olvasható? Nagyon rosszul olvasható, de 270-től 420 fokig szabályozható. És hát figyelj, ez egy egész jó pálkának tűnik egyelőre. Kíváncsi igen. Vagyok, hogy fogsz tudni vele. Én is még ezt nem próbáltam, ugye? Ó, de jó szaga van. Na és akkor egyébként majd, amikor építem a drónt, akkor megmutatom, hogy pontosan miből áll ez a készlet, mert ezt elárulom, hogy ezt a készletet például ajándékban kaptam a cégtől, mert amikor kérdezték, hogy mire kell nekem ez, akkor mondtam nekik, hogy tervezek egy ilyet építeni, és mondták, hogy ha majd bemutatom ezt a szettet, akkor küldenek egyet a ügyes termékelhelyezés. Aha, itt van az aksi cselit. Kapcsolod egy kicsit az órás kis tik-tik tatyókámnál. Szeretem az ilyen tatyókákat. De hogy azt mondják, hogy ha egy ilyened van, akkor ezzel egy ezt régen úgy hívták, hogy férfi pipere készlet, tudod, kinyitottad. Pemzli, köremalló kis, bajusz szörnyíró, és azok. Úgyhogy hát nagyjából ebből fog összeállni a drón, még mondom kábeleket, tehát még vezetékeket várok Kínából, és nagyjából azt hiszem egyébként ennyi, hogyha a vezetékek megjöttek, akkor még majd belekezdek a drón összeépítésébe is. Így van, de ahhoz először a Bencének meg kell tanulni rendesen forrasztani, és nincs is más, meg jobb tanár annál, akit egyszerűen csak, nem is tudom, a forrasztópálka Pegála Dária Pere Laci. Így. Kapcsoljuk Lászlót és Bencét. A prémium minőségű AZ Meister Tyler műanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister Tyler műanyagok az Unix autótól. Ezt nézd, mit hoztam neked, Bence. Ugye most azért vagyunk itt, hogy Bence forrasztó legyen. Igen, sziasztok! Ez majd valamelyik FPV drónépítős videóban lesz benne. Eljutottunk oda, hogy akkor megkértem Lacit, hogy tanítson meg forrasztani, mert ugye a drónépítéshez az kell majd, és hát életemben nem forrasztottam még soha. Úgyhogy innen indulunk, itt vagyok én is, megmutatom magam nagyon csini a friszkó, úgyhogy nem sokat fogom magamat nyitogatni. Ellenben Lacinak meg nagyon szép rendezett. Igen, ennyi. Igen. Hajrá, van rajta most. Mielőtt elkezdjük, dugjuk be, jó? Hogy ez meleg legyen. Bedugjuk, hogy meleg legyen, értem. Forrasztásról. Bence, és milyen pákád van, mit mondtál? Hát most, hogyha azt megnézem, egy olyan végű van, ami olyasmi, mint ez, annak ugye az egyik vége ilyen csapott, ilyen... Aha. De hogy kb. Méretre ekkora, igen. És nem, ez nem ilyen 220-ba dugós, hanem a drónnak az aksiáról működtethető, hogyha a terepen... Értem. Baj történne, akkor ott is lehessen egyből javítani. Aha, ez... De egyébként egy ilyen széles körbe használt, azt hiszem 220 és 400 valahány fok között tud üzemelni. És látod 270 és 370. Igen, azt mondták egyébként, hogy az okosok azt mondják, hogy ez ilyen 350-80 fok körül bőven elég ezeket a forrasztásokat csinálni. Ja, ez közben kikapcsolt, de most még az nem kell nekünk. Megszomjaztál? Vagy? Ez miért fontos? Sok forrasztós videót néztem, ez azért fontos, mert hogyha bepiszkolódik a forrasztó pákának a feje, akkor ezzel a szivacsal takarítod. Így van. Egyébként lehet rongyal is, meg papírral is. Csak meg én olyat rendeltem, ilyen olyan, mint hogyha ilyen réz igen. Gumó igen. lenne, és akkor igen. azt mondja... Igen, az is lehet.
de igazából az volt a legolcsóbb éppen akkor. Én igazából azt mondtam, ami éppen kéznél van, és mindig száraz a szivacsom. Ez az otthoni pálkám, ezt az édesapámtól kaptam, meg 30 éve. Na, akkor ez egy, ez egy jó pálka. Ezt egy 30 éve kaptam, egy Weller, ugye, hát, hogy márkás, de, de pontosan az volt ennek a lényege, hogy én akkor kezdtem el, ugye akkor még nem jártam főiskolára, nem jártam ilyesmi helyekre, de azért volt ez fontos, mert mindenféle iszrosz pálkákkal forrasztottam, amiknek a végén nem volt pontosan nulla volt. Ezért sorra lőttem el az ilyen vékonyabb CMOS elektronikákat. Ebben most nem megyünk bele, tehát az a lényeg, hogy pillanatpálkával ne forrasztatok elektronikát, azzal csak így vezetékeket, hogyha nagyon muszáj meg az autóban, mert a pillanatpálka azt tud rosszat csinálni. Na, de mi fogunk gyakorolni, Bence? Igen, ezzel kíváncsi lennék én is. Figyelj, van itt egy először, ameddig még nem vagy nagyon ügyes, amíg ebbe fogunk beleforrasztani. Ez micsoda egyébként? Ez nem, ez próbapanel, mert ezen szoktunk megépíteni áramköröket, és ráadásul pont olyan a kiosztása, hogy a mikrokontrollereknek a lábai ez. Pont vele megy, aha. És akkor hoztam ellenállást, hoztam egy tranzisztort, igen, hoztam egy tranzisztort, meg még ellenállást, ezeket kell neked majd beforrasztani. Aha. A színkód, nem menjünk bele a színkódokba, ugye? Jó, azt szerintem. Ezek aranyosak. És akkor utána pedig elkezdnék összerakni egy órát. Egy órát? Igen, egy órát. Aha. Ez nagyon jól hangzik. Hát ebben mondjuk vannak SMD alkatrészek, de nem azokat fogjuk beforrasztani, hanem ezeket. Hát tudod, magát a kijelzőket. Tehát az, hogy az úgy fog kinézni, hogy ezt így átdugod rajta, és akkor kvázi a másik oldalán megpöttyözgeted őket, hogy ott maradjon. Így van. Meg hogy hát vezesse a... Hát és pontosan. Hát hogy ott maradjon, és hogy megkapja a jelet, hogy a pont matrix kijelző majd számokat mutasson. Aha. De mindegy, ezeket majd te tudod is berakni, most nem. Így. Oké. Okay. Hogyan tudod megnézni, hogy melege már a fáka? Hogyan tudod meg... Hát egy kis ont hozzáérintesz, nem? Pedig nem nyúlod az orrodhoz, hanem látod? És innen érzed, aha, érzem, egy idő után már egy idő után már tudni fogod, hogy oké, okay, ez már jó meleg. Aha. Egyébként, hogyha nincs ónod, vagy be van-e kapcsolva a páka, mert ezen szerintem lehet sincsen, oda teszed az orrodhoz. Tehát a forrasztásnak mindig az a lényege, hogy ugye ez ugyan egy oldható kötés lesz, ugye, de van a hideg forrasztás, ami azt jelenti, hogy nem melegíted át mindkét felületet megfelelően, igen. Ezért inkább csak egy alakzáras kötés lesz, valami oda van taknyolva, és igen. Nem lesz szék. A forrasztásnak mindig az lehet a problémája, hogy ez egy nagyon kis teljesítményű páka. Nem tudom, hogy mennyi áramot vesz föl, de ha megnézzük, akkor ez egy 17,5 voltamperes, ami ugye azt jelenti, hogy 20 wattnál kisebb teljesítményű pálka. Hát itt, hogyha egy 20 forintosra, ami nem forrasztható, de egy 20 forintos nagyságú rézlemezre kéne forrasztani, annyi hőt vonna el, hogy már nem tudna megolvasztani az ont. Ezért ez egy ilyen mikroelektronikai pálka. Igen. De látod? Tehát elkezdjük itt melegíteni, és hogyha nyomjuk hozzá, látod? Szépen körbefutja, látod? Uh-huh. És már kész is. És akkor ez mostanra meg is dermedt? Ez van. És nézd meg, mindig arra kell törekedni, hogy ne legyen. Mutatom ide kupos. A kamerába, várjátok. Igen. Szóval nem tudom, hogy itt mennyire látszik, de talán látszik. Hogy ilyen szép ilyen csepp. Hát milyen alaknak hívjuk ezt? Ezt, hát csak az exponenciális görbe ilyen, nem? De. Igen, egyébként igen. De az a lényeg, hogy szépen. Hogyha túl sok ón van rajta, akkor ugye lesz egy ilyen nagy göb, ami nem jó, mert arra nincsen szükség. Uh-huh. Nem szabad túl melegíteni. Van, amikor nagyon-nagyon picike forszemek vannak. A legfontosabb kérdés nekem igazából, amit ugye mondtak, hogy egy nagyon kicsi felületen dolgozol, ami nagyon sok
olyan dolog van, amit már nem kell forrasztani, de hogyha mondjuk a zónod a fröccsön, akkor kész kuka az egész... Ne fröccsenjen. Na igen, hogy hogyan tudod azt elkerülni, hogy fröccsenjen a zón. Ez nem fröccsen. Tehát nincs de ez mitől függ? Hogy mennyire gyorsan egyáltalán nyomod hozzá, fröccsen. Vagy... Nézd meg, most még egyszer mutatom, látod? Ide teszem, elkezdem átmelegíteni, uh-huh. és innen látod, ahogy adagolom a zónt, látod? Uh-huh. És akkor szépen eligazgatod. És egyáltalán nem fröccsen. Az a lényeg, hogy mindig legyen egy ilyen szép formája. De nézd csak, vegyünk egy másikat. Mert egyébként látszik, hogy nem most csinálod először. Nem. Nem úgy, mint majd mindjárt én. Nem baj, hát figyelj, én meg más nem csináltam először. Illetve más nem csináltam egyáltalán, amit te igen. Na gyere, most te jössz. Na. Tehát. Azt mondjuk, hogy akkor én fordítva csinálom, igen. hogy ebbe a kezembe fogom az ujjamat. Igen. Azonban, hogy nem látom, hogy itt van. Igen. De nem baj ez, hogyha jó a szemed egyébként. Igen, az ezt kell. A felületet már itt, ezt már nem fogom, ugye? Mert az nem meleg. Azt nem. Azt csak a hülye reklámokban fogják. Igen, azt én is láttam, az egy zseniális az a fotó. Jó, és akkor azt mondod, hogy akkor fogom, és akkor szépen ide érintem, elkezdem megjelenteni a felületet. Úgy, nagyon jó. Akkor... Oda nyomod, húzod a pákát elfele egy kicsit, elég lesz az on. Még kell egy kis on, látod? Mert lehet, hogy oda befolyt a lukba. Uh-huh. Ezért jó az a nagyító, amit vettem, mert én ezt már alig látom. Uh-huh. Hát, még ezen az oldalon is csak van ott egy ilyen... Amikor a vízbe beletörlöd, akkor utána mindig egy picit, attól függően milyen pákád van. Ugye ez egy kis teljesítményű mikroelektronikai páka. Ezzel várni kell, hogy vissza. Jó, csak ott valami ott a végén. Azt viszont, azt meg így tudod, igen, igazából azt így tudod le. Így. Tehát akkor ide. Igen. Így. Igen, és már tudod hozzá az ont, és akkor elhúzod. Ez meg most sok lett, hoppá. Nem? Figyelj, ez tök jól néz ki. Igen? Ezt figyelj, én biztos nem tudnék így kézilabdázni először. De hogy nem, szerintem azt nem olyan nehéz. Tudod, miért nem volt labda alakú tortám? Sose. Miért? Ennek oka van. Ja. Mert a gömbérzékem az... Olyan vagy, mint a feleségem, hogy baszki, bár tök mindegy, mit dobok felé. Tök mindegy, mit dobok felé, egyszerűen képtelen elkapni. Én Indiában tanultam meg elkapni, ott mindenki krikettezik. De ott mit kaptál? Ja. A labdákat, különben eltalálnak, hogy el kell kapni. Na, és akkor először kicsit... Ezzel egyébként, hogyha túl sokáig tartom oda, nem tudom például a vezetéket Azt nem tudod annak... Megséríteni? Akatrészt. Az akatrészt lábat megolvasztani. Igen, nem tudod, nem tudod, előbb fog lejönni a hordozóról a forszem. Aha. Kicsit melegítem. Azaz. Hoppá. Jaj. Na most ilyenkor mi van? Aha. Hopp. Meg kell várni, amíg... Figyelj, ez tök jó. Ezen az oldalon egy picit, mint hogyha sok lenne rajtad. Ettől még jó. Uh-huh. Ezen is egy picit sok van. Hát ettől ezen akkor jó. Már több van, mint azon. Igen. De egyébként tök jó. Tök jó. A funkcióját ellátná már. És annyira nem csúnya. Tehát én ennél láttam már sokkal csúnyabbat. Most hülye hangzik, de tényleg tök szépek a forrasztásaim. A tiéd kicsit sok van rajta, de amúgy így ránézel, tök jó. Elsőre gyakorlatilag nem mondod azt, elsőre hogy kell ne csináljuk. Tökéletes. Hát is hoztam neked ezt. Ez mi ez? Ez arra való. Tehát, hogyha ezt ki akarod forrasztani, és nagyon-nagyon hülye helyen van, nem tud feszíteni az alkatrészt a másik oldalról, akkor fogod, látod, megolvasztod, így megolvasztod, és leszívod róla az ont. Tudod, és már is. És ez hova jutott az a zón? Na tudod, már is kint van az alkatrész. Aha. Itt van bent. Baszki. Na, de viszont most eljutottunk oda, hogy hát ezt Bencikén be kéne forrasztani, mert az ellenállás nem forrasztja be saját magát. Na tehát, és akkor most... Ja, most ezt megint újra le kell igen, mert így nem szól a rádió. Véletlenül leszettem. Jó, semmi baj nincsen, Laci, nagyon jó helyre jöttél, mert pont most tanultam meg forrasztani. Ú, de jó. Aha. Az, hogy egyébként mögé vagy elé teszem, az mindegy, egyik nekem... irányba. Igen. Csak az a lényeg, hogy át tud melegíteni az alkatrészlábat is, és a forszemet is. Uh-huh. És oda... Ó, hát ez sok lett. Jó, sok, de jó ez. És igen. Akkor,
Ha minden igaz, hát ez, figyelj, mint Kattiban a gyerek. Most tegyél be egy tranzisztort. Na várjál, most akkor ezt ide kell neked beforrasztani, de egyedül úgy, hogy közben kapcsolgatom a villanyt. Igen, az jó ötlet. És rázom az asztalt. Miért? Igen, és még a plakát is elveszed. Szerinted a fronton állandóan volt világítás? Jó, hát mondjuk az biztos, hogy nem. Na tessék. Köszönöm. Tehát a lényeg, nézd meg, itt van. A pálkával jössz körülbelül ilyen szögben, igen, melegíted az alkatrészlábat, igen, és a forszemet is. Igen. És innen nyomod neki az ont, de ott lent, nem fönt, nem hanem lent. Lent, értem. Igen. Tehát innen jövök. Ott nyomod. Itt nyomom. Igen, és onnan. És itt alulról jövök. Ez az, jó, ez az, jó lesz, az az. Az az. Így? Hát ez nem egy szép, de egyébként jó. Figyelj, nézzek, érdemes egyébként, tehát hogy valahogy ez a szög. Nézd meg. Tehát így oldalról nem jó, hanem így. Aha, értem. Jó. Így, látom. Így, igen, növekszik. És akkor azon nagyjából megvan. Uh-huh. Látod? Tehát, hogy így jössz. Megolvadt. Látod? Uh-huh. Jó. Picit vársz. És megvan. Értem. Nem halsz bele egyébként ebbe a gőzbe. Nem. Azt mondják, hogy ez most ilyen más színű, egy kicsit olyan feketébb, ugye? Igen, mert már kezd egy picit kiégni. Ja, sok... Ha sokszor melegíted, akkor kezd kiégni. Uh-huh. Jó, tehát akkor igazából nem szarozunk, beállítjuk egy megfelelő szögbe az ont, hogy azt mondjuk, hogy így jövök majd rá. Melyik az egyes láb? Kedves László, meg szemlélné, hogy... Ön megérkezett. Ez tök szép. Igen? Ez tök szép. Ez tök szép. És nem ér össze? Most mutatom, igen, ez megint egy olyan dolog, amikor egyedül vagy. Hát ez kéne az a kis harmadik kéz, de ugye az a harmadik kéz, az egy csomószor nincs, ezért ez meg csinálsz egy ilyen ágaskodó kobrát. Csinálsz egy ilyen ágaskodó kobrát az omból. Aha. És akkor megérkezik. Hát tudod, egy pici ont teszel a pákára. Így, és elkezded, látod? Magában ebben a csebben tudod tartani egy kicsit, látod? Uh-huh. Tessék. Tehát. Mi az, amit forrasztás előtt elkezdesz, hogyha ezt csinálsz egy ágaskodó kobrát. Ágaskodó kobrát, kinek azt kell mondani, hogy állj föl. Állj föl. Uh-huh. Úgy. Kobretti felállt. Így. Nagyon szépen ágaskodik. És akkor... Itt van a vezetékem. Igen, csinálj. Hopp. Csinálj. Na, most hozzáértem, ott mint a fotó. Aha. Az okos. Csinálj egy cseppecskét és kutasd benne. A cseppecskét meg úgy csinálom, hogy csak így a... Hogy nézd meg, így... Így lesz a cseppecskéd, ott a cseppecskéd, és akkor így futtass benne. Hát de én is bele, hogy jól átmelegedjen. Ja, ja, igen. Mert különben csak egy ilyen hideg taknyot teszel rá, aminek nincs értelme. Érdemes, hát ott, hogy nem hosszában, mert akkor meg fogod égetni a szigetelést, hanem rámerülre sem. Uh-huh. Hát látod, és most egy picit így átra is olvadta a blankolás. Hát én ezt mindig bele kell számolni, hogyha ha ilyen komótosan ónozol, akkor visszapogózol ilyen fizsmakára. És akkor ilyen vágaskodik a kobretti, egyre többet kell majd. Igen, de akkor még azt is le kéne. Hát és akkor le van ónozva. És akkor ennyi. Okay. És akkor ezt már forrasztod oda, ahova szeretnéd, vagy. Igen. Kevés még, ez csak még oda. De nézd meg, várjál, mutasd. Ez csak, hogy... Most jó. Nem lett annyira szép, mert tudom, amit újra forrasztasz, azért
De így lehet vele csalni. Ennyi. Hát, láttam már életemben szebb forrasztást is. Na jó, de ez azért az első forrasztási 20 igen. percet. Igen, de figyelj, bent van, Petr. Igen. Menő. Hát na? Így. Első kör. Aztán ezt még gyakorolni kell sokan. Persze. Nyilván el kell kezdeni a saját pákával, mert az nyilván valahogy máshogy fog kicsit működni. Igen. Meg gyakorlás. Hát ennyi. Gyakorolsz, igen. Csináljuk majd, ha gondolod. Mindenképpen, meg egyébként majd legközelebb elhozom a harmadik kezet, mert hogy egy picikét a bizonytalanságomnak az egyik faktora, hogy tényleg sajnos nem annyira jó a szemem, hogy én ezt már úgy maradéktalanul látom. Aha, és kell. Tehát, hogy az van, hogy úgy sejtem kb. Tehát, hogy te nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy éppen hozzáér a végéhez, vagy nem ér hozzá. Tehát nem látom jól. Aha. Tehát ahhoz mondjuk a harmadik kéz az lehet, hogy jól jön. Na jó, de akkor menj a lányodért, mert nem akarok feltartani, és jó. Akkor legközelebb viszont csináljuk meg az órát. Jó, rendben. Ja, ezen mondjuk vannak SMD alkatrészek, meg félraszteresek is, jó lesz. Aha, az nem tudom, mit jelent egyelőre, de... Ki kell forrasztani innen, hogy az egyik kijelződ majd. Igen. Jó, azt mindjárt kiszedem. Na, úgyhogy ez voltunk mi, majd jövünk még. Szevasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop!